műcsali, nagyon attraktívak a harcsa számára éppen ezért. Úgyhogy ezeket mi nagyon szívesen húzzuk, és ezeket mutatjuk nekik, akár a nagy twisterben, akár ebben a megapró változatban. Mivel ez tényleg rákra hajaz, egyébként nem sokára következik a fekete sugeres szezon, márciustól, március végétől már indul. Ez azért fontos nekünk, mert egyéb halak akkor tilalom alá kerülnek, mint süllő, kősüllő, balin, és akkor ki kell találnunk azt a halfajt, amire horgászhatunk is, jó peca, és a szabályzat meg is engedi. Ezek a fekete sügérek márciusban, áprilisban, és ők rengeteg rákot megesznek a természetben, és nekik egy természetes táplálékuk, egyébként a fekete sügér bolondő minden megeszik. A vízbe pottyant gyíktól kezdve a rengeteg ilyen vesőgilisztát, de akár kis emlősöket, kis teknős békát, amit mindent megesznek, nagyon kíváncsiak és nagyon falánkak. De ők rákot is esznek, ez a Mini Pro az egyik legjobb fekete sügeres csali március-áprilisban, akkor viszont a rák mozgását kell vele utánoztunk az ajzaton. Délegyházi tavak, abban a régióban rengeteg tó van, amelyben kiváló fekete sügeres állomány létezik, és ott leengedjük az ajzatra, és egy kis óvatos pöckölésekkel húzzuk vissza, mint ahogy a rák motoz az ajzaton, kereshetje a táplálékát, és úgy is kiválóan működik. Felibentjük, megmozdítjuk, egy sokkal lassabb horgászat, de ugye a melegedő vizeken a fekete sügerek sem speedy gonzálesz, nem olyan gyorsak ők még itt márciusban, és pontosan ez a lassú, szakaszos, rövid, rákszerű mozgatás is nagyon hasznos a Midicro és a Megacro esetében. Egy kicsit botokról, csak így szóban. Volt szerencsém egy igen kapitális nagy harcsához most december hónapban. Igazából ugye a rendezvényt, hogy nagy képviselői harrad, a szakértőt is ismernek engem, és komoly felkéréseket is kapok, tavakat szoktunk felmérni, kótérképeket készítünk a megfelelő szonárokkal, és egy ilyen munkának köszönhetően jutottam el a Váci DCN-fóra, és sikerült elég nagy szerencsére 2 méter 40 centis 80 kilós harcsát fognom. Ez ugye már pár hete volt még friss az élmény, és ezzel az 5-21 grammos bottal, 2-10-es bottal sikerült ezt megfognom, ami hát bátran mondhatom, hogy hosszú pályafutásom egyik legkomolyabb és legnagyobb kihívásokat nyújtó fárasztása volt, hiszen ez a bot abszolút nem erre való. Nem arra való, hogy ilyen nagyon nagy halakat fárasztunk és fogjunk ki vele, és ilyenkor merül fel az ember, és ilyenkor jutunk el oda, hogy gyakorlatilag tapasztaljuk, hogy mitől jó egy bot igazán, hogy mikor mondjuk azt, hogy ez a bot külön, mint a másik. Tehát pont ilyen végterhelés, ilyen iszonyatos, hosszas 70 percen át fárasztottam, 70 perces időszakon keresztül volt a bot végterhelésben, olyan görbülete volt a botnak, hogy szinte nyelétől hajlok lefelé, és én 70 perc után felszínre kényszerítettem azt a harcsát, és ilyenkor tudom azt mondani, hogy gyerekek, itt van ez a TI-pong bot, na ez egy olyan blank, ez egy olyan botanyag, hogy ebbe meg lehet bízni. És nagyon örültem, hogy a Széchenyi Már kollégám, aki egyébként a nagy Széchenyieknek származottja, a Fox Race-nek a szponzorált pecása, ő is nem régen fogott egy szép harcsát leveleken, és ő nyilatkozta neki 30 kilóig, ez az 5-21-es bot, ez tökéletes a harcsa horgászatra is. Ugye nem azt állítjuk, hogy ez egy harcsás horgászbot, hanem azt állítjuk, hogy azzal a bottal simán ki lehet fogni egy ilyen méretű harcsát is. Amit most dobok egyébként, Fumbug, az a neve, ez a Fox Race-nek a pici csalia. Ezzel dobolykóra, sügérre, jászra horgászom, ez a crank csalik közé tartozik a Wobblereken belül. Ezek a pici, duci, terelőlemezes csalik, amelyek ilyen kis pici kígyózó, halszerű mozgással jönnek vissza hozzánk, imitálják a kis hal mozgását, és kapásra csábítják a ragadozókat. Mitől jó egy ilyen csali? Ez is mitől külön, mint a többi? Attól, hogy a tervezése kiváló, hogy nagy sebességű folyó, vagy nagyon erős, visszahúzó tempóba sem tör ki oldalra, hanem tökéletesen mozog.
ezt twitchelhetjük, a twitchel és egyébként a apró kis belerántásokat értjük ez alatt, amikor nem simán húzzuk, hanem bele-bele ütünk, akkor sem fog víz fölé jönni. És ha már kicsit tanulunk, vagy okosodunk, akkor hagyd mondjam el azt is, hogy ez egy felúszó csaj, bedobom, fönnmarad a víztetén, följön. Az első terülőlemezének hála kezd el letörni a húzás hatására. Hogy mennyire mélyre megy, azt mi a bottartással tudjuk szabályozni, vagy egy magas bottartással, messzebb kéne dobnom, kedvezőbb lenne, magas bottartással egészen vízfelszínen tudok tartani, de például, hogyha leteszem a botot a vízre, és egy pár erőteljes mozdulata elnyújtom, lejjebb húzom az alját, akkor szinte az alsó vízrétegekbe fog eljönni nekem. Tehát hiába egy felszíni wobbler, hiába egy felúszó wobbler, nagyjából 1 méter 20-ig dobótávolság függvényére persze, tudom szabályozni azt, hogy milyen mélyen akarom én ezt megmutatni a halaknak, milyen mélyen szeretném húzni. És hát mondom, ez a fun bug, ez a kisebb ragadozó elcsábítására alkalmas sügerek, és Svennyigeton barátom nagyon sok barint fog vele, és ugye pontosan azokban az időszakokban, amikor nagyon sok a horgászunk nyáron, hajnalonta, hát 700 ezer vagyunk horgászok, most már szempont lett az is, hogy valami más mutassunk a halaknak, mint mindenki, a nagy többség, és akkor ez is fontos és eredményesek tudunk lenni, és ő elkapta azt az időszakot, amikor nagyon szép, több kilós balinok is ezt az icipici csalit ették, ennek különböző változatait, és nagyon eredményes tudott vele lenni. Meg is mutatom, van itt még egy UV-zöld is belőle, és akkor ígértem, hogy a színekről beszélünk, tehát a tiszta vizen a természetes eszközei színek, mint például ez, amely úgy néz ki való, mint egy valódi kis hal lenne, de abban, hogy beesteledik, vagy éjszaka horgászunk, már eredményesebbek az élénk színek. Ugyanez vonatkozik az avrosabb vizekre. És ugye mindig megkérdezik tőlem, hogy hát mutassak olyan balint, amely életében látott valóban a Dunában például egy ilyen színű táplálék alatt, persze, hogy nem látott. Ezek az élénk színek azért jók, mert ezek sokkal jobban kitűnnek a környezetből, és még hamarabb észreveszik, mint az igazi csalit. Tehát pontosan ez az előnye, ezért használjuk ezeket. Nagyon kitűnnek a környezetből, sokkal kíváncsi is, nem csak éhes, a fekete sügér egyébként nagyon jellemző, meg ezekre a csíkosokra is, és szegények itt már nagyon sok stresszben vannak. Ők is mindenre rátámadnak egyébként természetes környezetükben. Szóval a fun bug, nagyon jó kis balinos, jászos, domolykós csali, és ugyanez vonatkozik egyébként a tavaszi hónapokra, amit említettem, hogy nekünk most majd kilalom jön, március 1-től süllőre, kősüllőre, balinra, viszont a domolykóra és a jászra nem, harcsára sem, ezzel nem harcsázunk, de domolykózunk és jászozunk, és ennek a kis hovernek az is mutatta meg, most jön el az ideje majd a tavaszi vizeken. Szeretném megmutatni a Foxisnek egy nagyobb hoblerét. Egy honzónak hívják, ezt már a nagyobb bottal fogom húzni, lecseréljük ezt a krót. Ez is fontos egyébként, hogy a botok ugye be vannak kalibrálva bizonyos dobósúlyokra, meg tudjuk mondani, hogy melyik az a dobósúly tartomány, amelyben a legjobban működnek, melyek azok a súlyok, amelyeket a legmesszebb tudjuk dobni az adott bottal, minden botnak van egy előfeszítése a dobás során, kilövi a csali, igyekezünk úgy megválasztani a botunkat, hogy a műcsali méretéhez, súlyához megfelelő legyen. Tehát az előbbi pici Terminátor bottal, ami 2-8 grammos, nem dobok el 10 gram fölötti csalit igazából. El tudnék vele dobni, de optimálisabb egy erre méretezett, ez pont az 5-21-es bot, pont a közepében benne van még egy 10 grammos műcsali. Tehát erre is figyeljünk, hogy megfelelő felszereléssel dobjuk befelelő csalikat. Szóval ő a gonzó, két részes, angolosan ez egy jointer csali, van egy nagyobb első részünk, és van egy farokúszóra hajazó picike hátsó rész. Hogy mennyire és mitől jó egy wobbler, szintén szeretem azt mondani, hogy lassú behúzásnál is jól működik. De kell nekem gyorsan tépni, hogy az életre keljen, de minél lassabban is fel tudjam kínálni. Ő is fölúszó. Bedobom, fönnmarad a tetején. Visszahúzása kezd el süllyedni, és jól láthatjuk, hogy
nem kell egyáltalán gyorsan húznom, egy lassú tempóra is milyen szépen mozog, elképesztő nagy amplitúdóval billeg egyik oldalára a másikra, és egy tiszta vizen szinte villogva, akár méterekről vonzza magához a ragadozót. Ő a gonzó. Egyébként jó pár éve fejlesztette ki ezt a Fox, mint marketinges általános törvényként néhány év után kivezették a piacot. Annyira szerette a nép, visszakövetelték, és ez 2020-ban jött vissza a piacra néhány új színnel. De